Ez a 40. állomás hely, ahol a 2010-ben alapított Munkács Alapítvány és alapítója Pák Imre. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a megnyitó vendégeit Hedrik Béla, Munkácsi Alapítvány ügyvezetője. Az ő vállalt feladatuk, hogy Pák Imre gyűjteményét, illetve a festőóriás életművét utaztassák a nagyvilágban, és minél szélesebb körben ismertek legyenek Munkácsi Mihály képei, sőt eddig ismeretlen munkák felkutatása és céljaik között szerepel. Túl a kelet-magyarországi turnén London, Párizs, Bécs és New York kiállító termeiben is nagy szeretettel fogadják a festményeket. A 2010-es alapítás óta 2,5 millió ember látogatta a gyűjteményt. Dr. Kovács Ferenc polgármester a megnyitón utalt arra, hogy a városvezetés szándéka szerint Nyíregyháza hazánk egyik kulturális fellegvára lehet. Mindehhez alapot adnak az infrastrukturális fejlesztések. A színház mellett a Kállai Kúria Múzeum, szabadtéri színpad, itt tényleg a belvárosban egy kulturális tér, megfelelő modern infrastruktúrával legyen számunkra biztosítva, hiszen egy ilyen kiállítást nem lehet akárhova vinni. Tehát itt a hőmérséklettől, a pártartalomát, nagyon sok mindenre figyelnünk kell a biztonság mellett. Tehát ezt elkezdtük. De az infrastruktúra az én értelmezésemben szükséges lehetőséget ad, de magában még senkinek sem élmény, sokszor annak sem, aki dolgozik ezen. A közönségnek, a látogatóknak ilyen kiállítások kellenek, ez jelentik az élményt. A Szeúzó kincsek után újabb attrakciós kiállítás nyílt a Józsa András Múzeumban. Az akkori 21 ezernél is több látogatót vélhetően meghaladja a Munkácsi kiállítás, hiszen ez alkalommal 3 hónapnál is több idő áll a vendégek rendelkezésére. Az köztudott, hogy most 30. augusztus végén pedig újabb 20 kép kerül a kiállító termekbe. A bohím, a mosónők, a merengő, majd jön a kis cukortól, vagy az ásítói nas és a cigányok az erdőszélen. A múzeum szakemberei mindent megtesznek azért, hogy mind többen megismerjék és megértsék a művész munkásságát, alkotásait. Egyrészt adunk egy általános szakszerű tárlatvezetést. Minden órában egy rövid tárlatvezetés van, mégpedig szakemberek adják ezt. Ezen kívül szeptembertől múzeumpedagógiai foglalkozások vannak a gyerekeknek, úgyhogy külön katalógust adunk ki. A katalógust a Munkácsi 50 kurátora készítette annak a szövegrészét, és mind az 50 kép belekerül a katalógusba, amit itt meg lehet nézni. Egy órás tárlatvezetésen vehetnek részt a kiállítás regisztrált látogatói, de anélkül is bárki megtekintheti a bemutatót, így viszont számolni kell a várakozási idővel. A művészeti díjnak is nevet adó Munkácsi Mihály kiállítása október 14-ig tart nyitva a Józsa András Múzeumban.